Szóval, hogy elmondjuk Czoller Andi híreket mond nektek, és beharangozzuk a következő óra programját. Ugye Mihálovics gazda rovattal indítunk, a gazda nem lesz jelen, de hát majd mi ketten le tudjuk vezényelni azt a beszélgetést, amit majd Hollósi Dáviddal folytatunk, ő a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatója, és belekukkantunk a legfrissebb Takarék Agrár Trend Indexbe. Megnézzük, hogy mit mutat, hogyan működött az agrárium az utóbbi negyed évben, majd tőzsdenyítás közvetkezik, azt követően aztán a Euréka élmény rovatunkban Frankó Csuba, de a jövőkutatót fogjuk felhívni és vele beszélgetni. Egy témával jelentkezik a DEA megint, mert hogy egy friss könyv megjelenésről fogunk beszélgetni. Jövő héten jelenik meg a Peter Diamandis és Stephen Kotler új könyve, aminek az a címe, hogy a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnád. Egy érdekes könyv. Ezzel találkoztam is, keresgéltem, vagy rendeltem épp könyvet, igen. Mármint úgy találkoztam, hogy sajnos nem magával a könyvvel, hanem a cím ismerős, mert megakadt rajta a szemem. Na jó, hát arról szól lényegében, elég pontos predikciókat ad arra vonatkozóan, hogy milyen jövő szenáriók hány éven érhetnek tömeges felhasználásba, hány éven keresztül, vagy hány év múlva. Szóval nagyon érdekes dolgok lesznek, úgyhogy az előszavát egyébként a Veres Ritával együtt a DEA írta, úgyhogy elég jól be tud róla számolni, hogy miről szól a könyv. Akkor igen, nagyon jó lesz. Hát akkor Czoller Andrának átadjuk a helyet, hogy híreket mondjon, és azt követően az említett műsorszámok következnek itt a Millás reggeliben a 90.9 Jazzin. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.